Thank you.
én vagyok megvédve a 63. évfordulóra egybegyűlt osztálytársakat, és engedjék meg, hogy egy kis magyarázattal szolgáljak ahhoz, mert vannak itt esetleg egy-két személy, aki többség számára idegen ahhoz. Emlékszünk rá, hogy 47-48-as tanévben hogy kezdtük el, hogy akkor alakult meg az általános iskola, az alsó négy gimnáziumból lett felső tagozat négy osztálya, és ugye akkor úgy volt, hogy aki nem standbeli volt, tehát nem pont ötödikben kezdett el, tehát 6.-7. osztályba járt, vagy 8. osztályba, az vagy folytatta tovább a népiskolába, és elvégezte a 8 osztályt, vagy pedig visszajött, akár 6.-7. osztályba is, visszajött az általános iskola 5. osztályába, mert ugye más tanultam. És azért most, ha vannak idegen arcok, majd be fognak később mutatkozni, azért történt meg, hogy ők eddig sajnos, lehet, hogy a szervezőgyűlőtság bűne, nem vettek részt ezen a találkozón. Volt osztályfőnökünk Szántó Bélának, kedves feleségét, Pannikát, őt elkészítettek lenni, mint utolsó mohikán is. A nevelők közül szállt. És mielőtt majd a részletekbe bocsátkoznánk, akkor előtte szeretettel szeretnénk emlékezni a volt tanítóinkra, tanárainkra és volt osztálytársainkra, sajnos akik már nem lehetnek jelenkezni. Tehát úgy terveztük, hogy mindenki tiszteletére jelentjárgyítja mind a nevelők vonatkozásában, mind a osztálytársak vonatkozásában. Sajnos az osztálytársak közül van kedves osztálytársaim közül, akik nincsenek itt közöttségben. Frank Jancsi. Ennyinek kell lenni. Ennyinek kell lenni. Frantó Imre. Ja, ne. Igen, Istenre. Én nem váltam. Mind a két kis Imre, eddig emlékeztek nagyon fiatalon. A másik kis Imre, öcsi a mama. László József és Riptát Imre. Riptát Imre és Mosvar. Nem érik volt. Mindig, mikor itt volt szeretettel. Elosztják Anna. Bánfírén, Hincike, Dezső a testvére, Bánfi Dezső. Kis Matildka. Lengyel Matildka. Emlékezzünk.
Köszönjük szépen. Jánok még kijutott eszembe. Ambus. Arról se tudjuk. Igen, az Pesten van. Nem Ambus, hanem. Annár Gyula. De arról se. Van az is. De hát kinek más kérdés. El a 63 év, ha visszatekintünk rá, tudjuk, hogy nagyon sok örömben, nagyon sok bánatban, nagyon sok megpróbáltatásban telt el, és mi annak örülünk, hogy akik most itt vannak, mindjárt még itt lehetünk, és reméljük, hogy majd eldöntjük egyébként, hogy legközelebb mikor találkozom, és hogy legközelebb is legalább ilyen összetételben tudom találkozni. Ha visszaemlékeztek rá, nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy hol rögös utat jártunk be az elmúlt 60 év alatt, hol örömteli utat jártunk be, de mindenképpen szeretnénk egy pillanat emlékezni vissza, és hirtelen Arany János nagyköltőnk epilógus verséből jut eszembe az a rész, lehet, hogy nem szó szerint idézem. Mikor ő szerényen megjegyezte, hogy az út szélén itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve megvolt szívem vágya és reménye. Lehet, hogy nem szó szerint idéztem. Visszatérve hozzánk ebből a sorokból, nyilván kitűnik, hogy nagyon sokszor ért bennünket kellemetlen, vagy kellemes meglepetés. Én azt kívánom, de sorok figyelembevételére is, hogy az elkövetkező évek során örüljünk gyermekeink, unokáink sikereinek, örüljünk, hogyha megsimogat bennünket, vagy megkérdezi, hogy na, tata, mama, lássuk meg az élet értelmét. Én ezt kívánom mindnyájatoknak, és nagyon hosszú, boldog életet még, jó egészséget, és most akkor azt is kérném, hogy valami közfelkiáltással vagy hogyan, határozzuk meg, hogy akkor legközelebb mikor találkozunk. Esedékes évfordulóra, 65 évesen. Így van, két év múlva. Két év múlva. Hát igen, mert akkor azt kérdezik. Elfogad, az nem a hosszú idő. Elfogad. Esedékes is. Tehát akkor elhatároztuk, hogy két év múlva. Parancsot? Nem, csak tudom. Itt ön van. Köszönöm. Akkor mi maradt meg? Egy pillanat. Még azt technikai lebonyolítás. Arról beszéltünk a szervezet gyűjtsel, hogy mindenki bemutatkozik fel. Talán mondja a nevét, már az is, hogy és aki szándékozik, az nyugodtan mondhat az életéből pár mondatot, amit ő fontosnak lát. Tehát senkit nem gátolom meg, senkit nem ösztözünk, nem gátolom meg, hogyha valamit közölni akar velünk, elmondja a nevénkéből. Tehát, hogyha ennek végén jutottunk, akkor majd mindenkinek jó étvágyat kívánunk, és itt nincs időhöz kötve semmi, tehát itt mindenki addig lesz, amíg beszélget, vagy amíg jól érzi magát. Olyan értelemben is gondoljuk ezt, hogy ugye most ülünk itt, ott, ott mindenki. Kaszák a hóért? Ja, de már is ott, hogy mindenki. Hát
mindenki ismert, én Suli János vagyok, én törzsőkeres újkígyósi voltam, vagyok, tehát itt is dolgoztam. Nekem két családom volt, sajnos az egyik meghalt 46 éves korában, a másik jelenleg Pakson él, van három unokám, és hát töltöm a nyugdíjas éveimet. Monikám drága, nagyon szépen köszönjük, most már Marika van a sorban, hogy elsorolja. Tessék, mondjam szépen. Én nem tudok dolgok, aki hibben azt hiszem, hogy tudja, hogy drágám Simon nézőcsüket. Marika, fiát, Docsika, itt értem az életemet, szülőfalomban itt tanítottam, és nekem egyetlen unokám van, és várom, hát ha lesz még több bizakodó. Kislány, lévén, 15 éves, nagyon örülök, hogy Monti. Tovább a második közéhez van négy unokám, meg egy picit lévő unokám, és egy évek már régen. Más nem tudom. Gyereken? És én sokat tudok mondani, én Prágai Györgyné vagyok, Zsolti Terézia. Én is mondom, hogy Monika mondja, egyedül élök. Van egy lányunk, van egy unokám, ennyien vagyunk. Marika? Hadd mondják végig. Én azt mondom, hogy... Hadd mondják végig. Ezt én elmondtam. Nem mondtam. De ne szóljál közben, légy szíves, rácsicok. Nem is kell. Nem, hát ugye mindenki a sorját. Valószínű, hogy engem is ismer mindenki, csak én nem ismerek meg mindenkit, és ezért elnézést kérek. Hát itt kezdtem az általános iskolai tanulmányaimat újkígyóson, és ezek a kedves tanárok, akikről sajnos már most úgy tudunk beszélni, hogy nem élnek, ezek voltak az én példaképeim, és azért határoztam el, hogy én is pedagógus leszek. Miután leérettségiztem Békés Csabán a Rózsa Ferenc gimnáziumba, elkerültem a szegedi főiskolára, földrajztörténelem szakra, azt elvégezve Vésztőre kerültem is, gyakorló évemet ott töltöttem, és utána hát nagy-nagy kérésre sikerült hazajönni Kígyósra, szeretett szülő falumba, és itt 10 évet tanítottam. Hát akkor még mindenkit ismertem, de közben jött az, hogy félhez mentem, és hát ő minden áron a Rózsa Ferenc gimnáziumban szeretett volna tanítani, ezért elkezdtünk építkezni Békés Csabán, és kénytelen voltam utána menni. 10 év után Javinába kerültem, ott 13 évig voltam, és aztán a Lencsési lakótelep iskolában tanítottam. Közben született 2 gyermekünk, az első fiú, másik kislány. Azóta 4 unokánk van, és nagyon jól érezzük magukat velük. Nagyon sokat ott vannak nálunk, főzőcskéznem kell, mert ugye mindenki éhes. Úgyhogy azt soha életemben nem szerettem, de szívesen megcsinálom neki, amit csak kiejtenek a számukat. Hát én magamról csak ennyit tudok mondani. Hát a betegség az jön az öregkorra, de hát ezt amennyire lehet orvosaink segítségével igyekszünk elviselni, leküzdeni. Hát köszönöm szépen. Köszönöm. Hát adom neked a szót. Nem is olyan egy szép kor, azt mondja. Szép kor, igen. Szebben hangzik. Hát szebben. Az unokáim is mindig azt mondja, nem vagy utóbbi, öreg, csak idősödő. Ilyen filozófia. Idősödő, nem legyél mutatni. Hát én lehet, hogy egy kicsit ünneplótó leszek, mert szóval mi mindig hazajövünk Kígyósra. Elég sokat járunk a temetőbe, hisz itt nyugszanak a szülők, és megszoktuk
látogatni, egy-egy szál virággal megemlékezünk volt nevelőinkre, és nagyon szomorúan tapasztaljuk, hogy borzasztó elhanyagoltak a sírjaink. Mondja tovább. Horváth Karcsi vagyok a Hosszú utcából. Köszöntjük téged is, amit. Én az egész 8. osztályt megszakítás nélkül, tehát nem visszalépve ezzel az osztályon végeztem. Azért adtam be azt a 65 éves évfordulót, de ha valakinek ennél jobb javaslata van, hát nyugodtan mást is javaslom. Békés Sabán jár, általános után Békés Sabán jártam gimnáziumban. Én tulajdonképpen az életemet a közlekedésre szenteltem, és a közlekedési vállalatnál dolgoztam 39 évet. Igyekszünk legyőzni az élet nehézségeit, mert vannak az életben szépek is, jók is, nehezek is. Hát igyekszünk leküzdeni, ha megérjük, tavasszal ünnepeljük a 55 éves házassági évfordulónkat. Ezzel kapcsolatban van 4 unokám, már egy fiam, meg egy lányom. Mind a kettőnek van 2-2 család, de a lányomnak a fia 3 év óta kint van Angliában, jó helyen van, és a lánya meg most végzett Pestről a közgazdasági egyetemen. És az is kiment Angliába. Ott a bátya rendezett neki helyen. Jó vannak. A fiamnak van 2 lánya. Igen. Mikor elvégeztem az általános iskolát, akkor jelentkeztem a mezőgazdasági technikumban egy ilyen 9 főség. 52-ben végeztem a mezőgazdasági technikumot. Most a múlt héten ünnepelték a 60. évfordulót, 60. találkozót, 60 éves találkozót. Aztán elkerültem katonán, 55-57-ig katona voltam, aztán gépállomáson dolgoztam, aztán a Földmez Szövetkezetnél, 60-tól meg a Termelő Szövetkezetnél, 40 éves munkaviszonyom volt a szövetkezettől, mentem nyugdíjba. Hát annyit el tudok mondani, talán az én családom itt a legnépesebb, mert van a családban 5 lány, 10 unoka, és népes családunk van, és azért jó megmondani, hogy lányok itt vannak helyben, itt építettek, itt dolgoznak. Néha aztán közben jön olyan, hogy el kell menni dolgozni, egyik lányunk Svédországban van. Hát tudom, hogyha kívánsz elmondani, hogy nem tudom. Nem, osztálytársak vagyunk. Hát, de hogyha valamit el akarsz mondani, szívesen hallgatom. Most megy tovább tanulni, hogy doktorátus ne tegye, ha mindenbe jól megy. Hát mind kis betegösködünk, kidolgunk, éldögélünk, sajnos a férjem 11 éve meghalt. Azóta én kidolgok az egyik öreg, meg egy fiammal. Paraszti munkát, jószág nincs, csak földjelenések foglalkozunk. Bárány Attalné vagyok, Csadlós Erzsébet, 2 lányunk van. 5 unokám, 5 dédunokám, sajnos a férjem már 17 éve meghalt, egyedül vagyok én is, sajnos. Még küzdünk, hát én még bírom mozdunk. Köszönöm szépen. Akkor Magyar Zoltánné vagyok, egy lányom van, egy unokám, kész, ennyi, beteg vagyok, ennyi. Sajnos. Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy Szeri mondta ki magad a műsorban, és nem voltál egyesében. Én vagyok, Novák Jóka vagyok, Hürkecsi vagyok, 20 évig, és az is csak a házasságunk. Utána egyedül
ütöttem beltem, ahogy tudtam. Két lányom van, aki kifogásra van, most a betegségemben bemutatták, hogy mit gondolnak és mit végeznek el helyettem. Elnézést veszkedett a kezem, az ott oldalam tönkre ment, a jól mondalam, kereskedelemben dolgoztam szerintem azért. Kívánszom, hogy adom tovább, ismert, egyet. De nem, mert nincsen tovább. Ott a fényben. Nyugi, az vagy Mária? Nyugi, az igaz. Adom tovább, azt mondja. Skoperda Imréné. Hát, Skoperda Imréné vagyok. Mária, 23 éve egyedül vagy, szemegységvezető. Ő neki van ki. Családja, egy kislány az mostan a Corvinuson, első édes, Andriska pedig a második éves a közgébe, a menyem ott. Perc, Ilona, Elek János. 35 éve özvegy, két fiam van, egyik szakás, másik villanyszerelő, van 5 unokám, akiket imádok. Köszönöm szépen. A betegség ott maradjon. Csak annyit, hogy két szívműtétem volt az, meg a többit. De köszönöm szépen. Akkor további jó egészséget. Köszönöm. És akkor... Mindenki ismert, Volán Péterné vagyok, 15 éve özvegyem. Van egy lányom, két unokám. Most azóta, amitől nem találkoztunk, 3 évvel ezelőtt azóta a lányom. Elég beteg, 51 éves, és 3 sér van a gerincén, egy idegszálat érint, de annyira kicsi, hogy még nem bírják megműteni, meg a gyerekében, úgyhogy jobban meg van görbülve, mint én. Hát, szoktál vele találkozni, János? Szoktam, igen. Szoktál vele találkozni. Csak azt nem tudtam, hogy ilyen. Nagyon, szoktál. Igen. És a két unokám, az egyik a polgármesteri hivatalban, mint eurós pályázatokat csinálja, de nem a szakmájában, mert közgazdász különben. A másik unokám pedig joga vagyok, már is 77-et betöltöttem. Úgyhogy ennyi. Köszönöm. A félezet nevű nem jut eszembe. Az egy a Sándor. De elrett. Jó tudtam. Két családom van, egy fiú, egy lány. Két unokám van, és van egy dédikém. Egyedül élek, köszönöm szépen. És nyugdíjas vagy. Nyugdíjas. Az öreg anyám. Én Csáci Antalnék vagyok, Valens Rozázsia. 50 éve férhez ment, addig a fiósom volt. Utána Orosházára költöztem. Én nagyon szerencsés voltam a párommal, nem engedett dolgozni, járni, úgyhogy én azért otthon voltam. Na majd itt, mikor Csabára jöttünk, Keltner Bezenő, minden vagyok. Ez ennyi hirtelen. Fiamnál lakunk, 5-en vagyunk, nagyon jól meg vagyunk. És nekem az a jó, úgy semmire nincs gondolni. Főzök hát majd, én főzök a törtapot, családok. Ott van húgomnak nagyon fáj a lába egyennek. Másik meg műtétre, és 10 évvel fiatalabbak, 8-10. De hát az élet ezt. Sajnos én. Most nem jött neked, mondjuk. Igen, mindig itt voltam. Igen, igen. Köszönöm szépen. Elekezd. Bocsásod, a lánykori nevezet elfogadja. Kis Erzsébe. Egy lányom van, melyen van két szép unokám, férjék, de együtt van 3 dédunokám, és a családunk együtt van. Én is tudom, mint Marcina, hogy én főzök nekik. Én a család. Jó, az öreg a háznál. Jó, nagyon. Mindig azt mondják, hogy mama, imádkozzunk, hogy sokáig éljék. Borbély is. Borbély János, 40
és úgy gyorsan laktam. De nem ő neki a testvéred? Unoka testvéred. Az első unoka testvéred. Nekem is volt két családom, egyik sajnos meghalt 46 éves korában. Akkor két éve meghalt a férjem. Én az Isten rabolja vagyok. Hála Istennek, hogy így bírom magam. Többet nem tudok. Ennyi. Van egy unokám, meg két dédunokam. Ez van. Köszönjük szépen. Elnézést, hogy nem láttam az arcát. És Kraliczki, te én egy eltévedt Juszéből kerültem elő, mert én úgy léptem vissza, azt hiszem a hatodikból egy általános ötbe, hogy tovább akarok tanulni, mert akkor én éveket a tanulója azt mondta, csak úgy tanulhatsz tovább. Igazgató bácsi is segített. De hát azt mondta az apukám, hogy kislányom, nem gyilvattuk tanulni, és aztán utána szépen kimaradtam. De az általános dolgozók már elvégeztem a 7. 8. úgy tanulmányban. Tehát kétszer vagy háromszor jártam, de olyan szép korúakból, mint én talán nem is találkoztam, de mint fiatalabban, tehát annak csak örülök, de egy részével lényegről van osztály. Hát az én nekem is mindig vártam ilyen helyre, most nem akartam eljönni, de Marika, anyuka maga szeret menni, szeret találkozni. Tessék elmenni, elmenni. De hát én már most egy kicsit húzza a lábam a görcs, úgyhogy ez azért sok mindennel benne van már ebben a korban. De nagyon örülök, köszönöm szépen. Hát én szóval elvégezik a suli termékot. Kinyasnak Pestre, 55. Pestre, Valai Csabára, azóta itt engedem az életem, Bolki Józsa, Bolt Csabán dolgoztam. 59-ben megnősültem, van egy fiam, meg egy lányom, és van két lányunokám, meg egy fiú. Egyetemen van mind a két lány, az egyik délben, a másik meg. Valamint gyötörjük egymást. Nem így megy szép, ez a tanács. Az a jó, még sokáig. Sokáig szoktuk gyötörjük. Kisebb, nagyobb baj, van mindig az egészséggel, de hát még eddig mindig sikerült megtenni. Köszönöm, ennyit akartam.